Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! A mai matematika órán a mértékegységeket ismételjük át. Szükség lesz a matematika füzetre és a tolltartóra. Kezdjük a hosszúság mértékegységeivel. Az alapmértékegység a méter. Látjuk, hogy a váltószám 10 a mértékegységek között, 1 méter az 10 deciméter, 1 deciméter 10 centiméter, és 1 centiméter 10 milliméter. Ha szorzom a váltószámokat, 1 méter egyenlő 100 centiméterrel, 1 méter 1000 milliméter. A métertől 1000-szer nagyobb a kilométer, vagyis 1 kilométer az 1000 méter. A tömegnél az alapmértékegység a kilogram. A kilogramtól 100-szor kisebb a dekagram, a dekagramtól pedig 10-szer kisebb a gram. Ha a váltószámokat összeszorozzuk, akkor láthatjuk, hogy 1 kilogram 100-szor 10, azaz 1000 gram. 1 kilogramtól 1000-szer több a tonna, vagyis 1 tonna az annyi, mint 1000 kilogram. Az űrtartalomnál az alapmértékegység a liter. Ha összehasonlítjuk a hosszúság mértékegységével, akkor láthatjuk, hogy itt is deciben, centiben és milliben mérünk. Egy liter az annyi, mint 10 deciliter, 1 deciliter 10 centiliter, és 1 centiliter 10 milliliter. Szorozzuk össze a szorzókat. 1 liter az 10-szer 10, azaz 100 centiliter, és 1 liter 10-szer 10-szer 10, azaz 1000 milliliter. A litertől 100-szor több a hektoliter. Egy hektoliter egyenlő 100 literrel. Mit mivel mérhetünk? A képen látható dolgok közül melyeknek lehet megmérni a tömegét, a hosszúságát, az űrtartalmát? Mely mértékegységeket használnátok? Biztos, hogy szerettek segíteni a konyhán, a nagyinak vagy az anyunak a sütkérezésben. Mivel mérünk tömeget? Nézzünk körül a konyhában, az asztalon. Mérhetünk gramban, például a kisebb mennyiségeket, mondjuk 10 gram kakaó. Dekagramban is mérhetünk, mondjuk a cukor tömegét, de kilogramban is, akár a lisztét, vagy a szekrényen a háttérben a gyümölcsök tömegét. Hosszúságot mérhetünk milliméterben, az egészen rövid hosszúságokat, mondjuk a kanál nyelének a hossza, vagy centiméterben, de mérhetünk deciméterben is, mondjuk a sütő szélességét, vagy a tűzhely lapját. Méterben pedig a bútorokat, az asztal magasságát, hosszát, szélességét. Az űrtartalomnál az egészen kis mennyiségeket milliliterben mérjük. A pohárban az a málna szörp milliliterben mérhető, de lehet centiliterben is megállapítani a folyadék térfogatát. Deciliterben például a tej mennyiségét, de literről is beszélhetünk, literben is mérhetünk. Biztos szerettek állatkertbe menni. Egészítsük ki a mondatokat a következő mértékegységek közül a megfelelővel. Olvassuk fel az alábbi szöveget. Azért kérdeztem, hogy szeretek-e állatkertbe járni, mert most a zsiráfról lesz szó, és a mi palicsi állatkertünkben van zsiráf. Mit tudunk meg róla, nézzük. A zsiráfok a világ legmagasabb állatai. A legnagyobb egyedek közel 6
magasak. És az a feladatunk, hogy a feltüntetett mértékegységeket behelyettesítsük. Deciméter, kilogram, liter, centiméter, méter, vagy esetleg dekagram? Hát a legnagyobb egyedek közel 6 méter magasak bizony. Ezt az óriási magasságot a 25 hosszú nyakuknak és hosszú lábaiknak köszönhetik. Vajon milyen mértékegység hiányzik itt? Bizony a deciméter. A nőstények és a hímek színezete egyforma. A nőstények körülbelül egy rel alacsonyabbak. Vajon mennyivel alacsonyabbak a nőstény zsiráfok a hímeknél? 1 méterrel. Az azt jelenti, ha a hím zsiráf 6 méteres, akkor a nőstény 5. Farkuk fekete pamacsban végződik, hossza 70-től 100 centiméter. Nyelvük is rendkívül hosszú, mintegy 45 centiméter. Ezzel ügyesen tudják megragadni és letépni a magasban lévő hajtásokat, leveleket. Ebből naponta akár több, mint 60 ott is elfogyaszthatnak. Itt már ugye tömegről beszélünk, 60 kilogramot fogyasztanak el egy nap. Gondoltátok volna, hogy ilyen sokat esznek a zsiráfok egy nap? Hatalmas testükben 11 os szív dobog, amely 75 vért keringet. Bizony elég nagy a zsiráfok szíve, 11 kilogrammos. Mennyi liter vért keringet a szervezetük? 75 liter vért keringet. Az emberek vére 5 liter, tehát egy szervezetben 5 liter vér kering, a zsiráfokéban szorozzuk csak be gyorsan, hogy hányszor több. Bizony, 5x15 adja a 75-öt. És végezetül az újszülött zsiráf, nézzük milyen magas és mekkora a testtömege. 2 méter magas már, amikor megszületik, és 50-55 kilogrammos. Beszéljünk egy kicsit az egészséges táplálkozásról. Minden gyermeknek nagyon oda kell figyelni az étkezésre. A következő összetételű reggelit ajánlom nektek. Egy pohár tejet, méghozzá 1,5%-os zsírtartalmút, ami 200 ml tesz ki. Egyetek még tavaszi felvágottat, vajat, barna kenyeret és retket is hozzá. Válaszoljunk a kérdésekre. Hány grammal több a retek tömege, mint a vajé? A retek tömege, látjuk a képen, hogy 10 dekagram, a vaj mindössze 10 gram. A mértékegységeket át kell váltanunk, 10 dekagram retek, az 100 grammal egyenlő, és akkor már könnyű kiszámítani, hogy 100 grammból elvesszük a 10 grammot, az annyi, mint 90 gram. A válaszunk pedig a vajnál 90 grammal több a retek. Hány deciliteres legyen legalább a bögre, hogy beleférjen a tej? Itt 200 millilitert látunk a poháron. Tehát legalább 200 milliliter kell, hogy legyen. Ami nem más, mint 2 deciliter. Ugyanis a kérdés az, hogy hány deciliteres legyen a bögre. Tehát 2 deciliteres kell, hogy legyen a bögre, legalább, hogy ne csorduljon ki a tej a pohárból vagy a bögréből. És végezetül számoljuk ki, hogyha egy szendvicset készítenénk ezekből az alapanyagokból, mekkora lenne a tömege.
Nézzük az élelmiszereket. 40 g kenyér, méghozzá barna, 10 g vaj, 50 g felvágott, 10 dekagram, azaz 100 g retek. Ez ad ki egy szendvicset. Összeadjuk a tömegeket. 40 plusz 10 plusz 50 plusz 100, az egyenlő 200 g tömegű élelmiszerrel. Tehát, ha átalakítjuk a 200 g-ot, ez 20 dekagram ennivalót tesz ki. Tehát a napi szendvicsünk, a reggeli szendvicsünk 20 dekagramos kell, hogy legyen. Most pedig segítsünk Nagyinak sütni. Melyik tepsijét válassza a 450 mm hosszúságú rétesek sütéséhez? Hasonlítsuk össze a tepsiket. A fekete tepsi hossza 46 cm. A hossznak a hosszabb oldalt vesszük mindig. Át is alakítottam, vagy átalakíthatjuk ugye milliméterré, az annyi, mint 460 mm. Mivel a rétesek hosszát is milliméterben kell megfigyelnünk. A piros tepsi hossza 35 cm, láthatjuk a képen, az 350 mm. A rétes hossza 450 mm. Tehát mindent átalakítottunk milliméterré, a fekete tepsi hosszát is, a piros tepsijét is, a rétest pedig már tudtuk, hogy 450 mm. Akkor hasonlítsuk össze, hogy vajon a rétes melyik tepsibe fér bele. A 450 mm hosszúságú rétes az kevesebb a fekete tepsi hosszánál, azaz 460 mm-nél. De viszont több a piros tepsi hosszánál. Mit jelent ez? Melyik tepsit kell választani akkor a Nagyinak? A fekete tepsit kell választania, ha nem akarja, hogy elgörbüljönek a rétesek. És íme a receptünk, amit már hétfőn bemutattam nektek. A fatörzs tortáról volt szó, és a tészták hozzávalóit már megbeszéltük, de a krémekét még nem. A krémhez 3 tojásra van szükség, Nagyinál is, meg Biankánál is. Hoppá, itt azonban más a mértékegység. A 7 evőkanál kristálycukor vajon egyenlő-e a 14 dekagram kristálycukorral? Hát ezt muszáj lemérnünk. Az evőkanalak között is van különbség. Előbb a nagyobb evőkanállal mérem le. Tehát 7 kanállal kell, azt nem írja, hogy púpozott, tehát ilyen közepes mennyiséget teszek a kanálba. 2, 3, 4, 5. Hát ez bizony egy kicsit több lett, elég nagy kanállal mértem. Biankánál 14 dekagram kristálycukort ír, cukrot ír, itt viszont Nagyinál a 7 evőkanál kristálycukor az 17 dekagramnak felel meg. Egy picit édesebben süt a Nagyi. Fél bögre tej, az 1 deciliter tej. Hát bögre és bögre között is van különbség. Ez egy 2 deciliteres bögre, ez viszont már jóval nagyobb.
Ez 3 deciliteres. Fél kis bögre tej. Az mennyi folyadék térfogatnak felel meg? Láthatjuk, hogy 1 deciliter. Mit állapítunk meg? Hogy a kisebb bögrébe kell lemérnünk a tejet, ha azt akarjuk, hogy pontos legyen a receptünk, és a nagyi receptje szerint dolgozzunk. A fél bögre daráldió az 10 deka daráldióval egyenlő Biancánál. Most mérjünk a nagyobb bögrével. Félig teszem daráldióval. És ugye 10 dekagram kellene, hogy legyen. Először lenullázom ugye a mérleget, mert nincs szükségünk a bögre tömegére. Vajon mennyi a fél nagy bögre diónk? Mekkora a tömege? Még egy picit teszek bele. És látható, hogy a fél bögre dió az 95 g-nak felel meg, majdnem 10 dekagram. Úgyhogy itt megegyezik a Nagyi és Bianca receptje. Akinek tetszik ez a recept, az nyugodtan kipróbálhatja, mert biztos, hogy nagyon finom. És jó sütkérezést kívánok nektek! Végezetül következzen egy kis kvíz. Szöveges feladatokat készítettem elő. Ide kell a füzet, ugye, és a tolltartó. Írjátok majd a számításaitokat le, és a helyes válaszokat. A szibériai tigrisnek naponta 7 kg húsra van szüksége. Bizony elég sokat eszik, ugye? Hány dekagram ez? Megvárom, hogy kiszámoljátok. 7 kg, az bizony 700 dekagram. Aki jól kiszámolta, annak oda ajándékozom ezt a kukucskáló tigrist. A következő kérdésem, a versenyagár 60 kilométert képes megtenni 1 óra alatt. Hány perc alatt tesz meg 90 kilométert? Itt ugye az óra és a kilométer kell, hogy összefüggésben legyen. Ha 1 óra alatt ugye 60 kilométert tesz meg a versenyagár, maradt még ugye 30 kilométer, akkor azt vajon, ha hozzáadjuk, hány perc alatt teszi meg a 90 kilométert? perc alatt bizony, és befutott a versenyagarunk is. Egy amerikai kutató lemérte, hogy az óriáspók 2 óra alatt 270 méter hosszú hálófonalat szőtt. Hány métert szőtt 5 óra alatt? Hát nagyon ügyes lehet ez az óriáspók, ha ilyen gyorsan és ilyen hosszú fonalat sző, de nézzük, hogy 5 óra alatt vajon milyen hosszú fonalat képes szőni. Gondolkodjunk úgy, hogy 2 óra alatt 270 méter hosszú hálófonalat sző, akkor 1 óra alatt mennyit? Ha ez megvan, akkor már könnyű kiszámítani, hogy 5 óra alatt hány méter fonalat szőtt az óriáspók.
az bizony 675 méter, és látható az óriás pók is a képernyőn. A harkály odúja 35 cm mély. Hány milliméter ez? A centimétert alakítsátok át milliméterré. 350 milliméter, és a harkályunk is megjelent a képen. Az utolsó kérdés következik. 100 liter tengervízben összesen 5 garnéla rák tartható. Hány liter tengervízre van szüksége 25 garnéla ráknak? Az 5 garnéla rák ugye 100 liter tengervízben él. Az 5-nek vajon hányszorosa a 25? És akkor hány liter tengervízre van szükség? 500 liter tengervíz szükséges 25 garnéla rákhoz. Aki megfejtette helyesen mind az öt kérdésre, aki mind az öt kérdésre helyesen válaszolt, azoknak jár a taps. Köszönöm a figyelmeteket, kellemes hétvégét kívánok, és jó matekozást!